Bukós isakot sorsoltak a Máté Szalkai gyerekek között. Szükségük is lesz rá, mostantól még több helyen kerékpározhatnak a városban. Csütörtökön adták át a települést a szomszédos Nyírmegyessel összekötő kerékpárutat, amely egy 380 millió forintos projekt keretében épült. Már tavalyi végén kész lett, azonban csak most vehették birtokba a biciklisek, a használatbavételi engedélyeket ugyanis a napokban kapták meg. A különálló betonsáv a 471-es főút mellett halad, amelyen sok baleset történik, ezért is jelent nagyobb biztonságot a helyieknek az új kerékpárút. Ez egy nagyon forgalmas útszakasz. Nyilván a piac is itt van, tehát ez még megnövelte ugye a Máté-Szalkaiaknál a nehéz közlekedési körülményeket, de azt gondolom, hogy ez sokkal inkább meg fogja könnyíteni akár a bevásárlás, akár egy túrázás, akár csak a piacozásnak a rituáléját is mindenképpen. A most átadott kerékpárúttal már egészen Debrecenig el lehet jutni két keréken biztonságosan, a másik irányba pedig Kocsord érintésével Szatmárnémetig. A településről már csak Ópály felé nem vezet kerékpárút. A Kocsord és Jármi közötti szakaszt azonban összekötik hamarosan. Ezzel egy biciklis körgyűrű jön létre Máté-Szalka térségében. Ezek a fejlesztések a helyiek mindennapi életének megkönnyítése mellett turisztikai célokat is szolgálnak. Itt Máté-Szalka környékén van gyakorlatilag a Szamos-Kraszna vészvíztározó, és annak a töltésén van egy kerékpárút, még hiányzik egy 11-néhány kilométeres szakasz, ezt szeretnénk még minél hamarabb megépíteni. Aztán a többi vágyunk, az gyakorlatilag le van írva, elküldtük a kerékpárút kormánybiztosának, hogy mit is szeretnénk mi környéken, hogy egyrésztről a Csengeri járás központ megközelíthetősége Máté-Szalka és Baktalóránházú tekintetében is minél több hivatás forgalmi kerékpárút épüljön, de nem feledkezünk meg a turisztikai jellegű kerékpárútról sem. Vágyaink között szerep, hogy a Kraszna töltésen elmegyünk egészen Vászáros Leményig. Gergely Ugornyát kötnénk össze itt Máté-Szalkával, így a Kraszna töltésen. Máté-Szalkán jelenleg 25 projekt zajlik. A közelmúltban 5 épületet alakítottak ki, vagy újítottak fel. Nem sokára megtörténik egy óvoda szigetelése átalakítása. 500 millió forintból pedig megépülhet a nagy piac. Kevesen tudják, hogy a település egy igazi kincses ládán ül, a Szatmár kincse nevű 70-80 fokos termálvíz felett fekszik, amelyet egy 700 millió forintos gazdaságfejlesztési projekt keretében aknáznak ki a közeljövőben. Hamarosan Máté-Szalkán egy hatalmas fúrótornyot láthatnak majd az erre járók. Ez egy nagyon látványos beruházás lesz, ahol a geotermális energiát felszínre hozzuk, és akkor reményeink szerint a Máté-Szalkai távhőrendszer egy modern, valóban különleges 21. századi, és a mai Magyarország a legmodernebb geotermális rendszert építjük ki, tehát a távhőszolgáltatónk nagy mértékben zöld energiával, geotermális energiával kerül majd fűtésre. Nyilván ez egy óriási költségcsökkentést jelent majd a cégnek, amit aztán fejlesztésre tudunk fordítani. A fényvárosában egy turisztikai beruházás keretében létrehoznak egy 21. századi miniplex mozit is, a Cukoradol filmszínházat. Lesz emellett egy Tony Curtisről elnevezett kávéház is, tőle származó relikviákkal.